Orosz-ukrán háború. Hol tart az ukrán ellentámadás? A mikrofonnál Nagy Károly. Hát a témánkat csak nyomokban tartalmazza a szignál, ugyan az orosz-ukrán háborúról beszélgetünk majd a következő pár percben, de annak egy érdekes és nem tudom, hogy sorsdöntő epizódjáról, de hogy szokatlan, az biztos. Jevgenyij Prigozsin Wagner vezér, illetve több más Wagner vezető ugyanis meghalt méghozzá azért, mert a jetjük Oroszországban lezuhant. Az orosz hatóságok egyelőre balesetként vizsgálják az esetet, de igazából senki sem hiszi el a baleset verziót. Az a repülőgép, amely lezuhant gyakorlatilag az elmúlt 20 év során, az a típus egyetlen egyszer hibásodott meg, akkor sem technikai, hanem emberi hiba miatt. Magyarán nincs rá precedens, hogy csak úgy lezuhant volna egy ilyen magánjet, egy brazil gyártású repülőgépről van szó. Vagy légvédelmi rakéta találat lehetett, vagy utólagosan az utolsó másodpercben a felszállás előtt felcsempészett robbanószer. De mit lehet tudni az elmúlt pár óra eseményeiről, illetve mozgolódik-e a Wagner? Kérdezem Anton Bendarzsevszkit, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját. Szervusz, jó reggelt! Szia, szervusz, jó reggelt! Hát gyorsan kezdem a második kérdéseddel, mozgolódik a Wagner. Az igazság az, hogy Oroszországban gyakorlatilag nem maradtak Wagner katonák, ugye a Wagner puccs után vagy beálltak az orosz hadseregnek a kötelékébe, ez volt inkább ugye a kisebbség, tehát kevesebben tették ezt, vagy elhagyták, vagy teljesen leszereltek, vagy a nagy részük elhagyta az országot, és Belarusba ment, itt 7-8 ezer katonáról beszélünk, akik Belarusban vannak. Most ha mozgolódni is támadnak kedvük Belarusban, hát annak nem sok hatása, nem sok jelentősége lenne Oroszországra nézve. Tehát ilyeneket vannak feltett videók, ahol a Wagner katonák arról beszélnek, hogy most akkor valami indulni fog. Semmi hatása nem lesz a Wagner katonák esetleges elégedetlenségének, mert nincsenek is helyben, és le is vannak fejezve, tehát nincsenek is olyan vezetők, akik esetleg bármit tudnának tenni. Ami ugye a verziókat illeti az elmúlt órákban, azt gondolom, hogy egyértelművé vált, hogy robbanás végzett a géppel, vagy valamilyen, tehát valamilyen külső hatása, nem technikai hiba, nem pilóta hiba, hanem egyértelműen külső behatása zuhant le a gép. Ez látszik azon, hogy ugye a felvételek alapján a gép több darabban zuhant, külön vált a farokrész, külön vált az egyik szárnyrész, és mintha ez még nem teljesen biztos, de mintha bizonyos felvételeken ilyen rakéta találatra jellemző repesz darabokat lehet látni a gép testen. Tehát minden esetre a két fő verzió jelenleg az, amit te is említettél egyébként, hogy vagy belülről történt robbanás, vagy egy légvédelmi rakéta talált el a repülőgépet, és ennek következtében zuhant le, de mindenképpen robbanásról beszélünk, mindenképpen külső behatásra történő dologról. Minden jel szerint a végső konklúzió az orosz hatóságoknak az lesz, hogy vagy valamilyen ukrán próbálkozás, tehát azt tudjuk, hogy még a puccs előtt az ukrán vezetés egyik célja volt, hogy Prigozsint kiiktassák, most ez valószínűleg jól jön, és rá fogják fogni az orosz vezetők, az orosz hatóságok az ukránokra, vagy a másik dolog, azt mondhatják, mivel a gép Moszkvából szállt föl, és Szentpétervár felé indult, hogy az ukrán dróntámadások miatt a légvédelmi rendszerek egyszerűen véletlenül hibáztak, és tró helyett, vagy ukrán célpont helyett egy polgári repülőgépet fogtak el. Hát az ukrán verziót egyébként szerintem már valószínűleg félre is tehetjük, mert gondolom nincs olyan hatótávolságú légvédelmi rakétája Ukrajnának, ami Oroszországon belülre elérne. Nem, hát itt inkább a belső robbanó szerkezet lehet tehát ugye bebizonyosodik, hogy belülről nem légvédelmi rakéta, hanem egy robbanó szerkezet végzett a géppel, akkor valószínűleg azt fogják állítani az orosz hatóságok, hogy ukrán, nem tudom, nemzetbiztonság, a külső hírszerzés, vagy valamelyik ukrán szerv csempészte be a robbanó szerkezetet a gépre, és ez végzett Prigozsinnal, de azt gondolom, hogy itt
nagyon kevés emberben vannak illúziók, hogy pontosan 60 nappal, pontosan 2 hónappal a puccsot követően ilyen baleset éri a Wagner legfontosabb vezetőit. Ugye arról van szó, hogy nem csak maga Jevgenyi Prigozsin volt rajta a gépen, aki ugye a politikai kapcsolatokért felelt, aki az egész Wagner csoportnak a szervezetét, a szervező munkáját végezte, hanem Dmitri Utkin is, aki ugye maga Prigozsin nem rendelkezett katonai tapasztalatokkal, Utkin volt az, aki egy hivatásos katona volt, és aki a Wagner csoportnak a katonai szervezését, ugye a katonai alapelveket fektette le, és ő értett katonailag a csoport vezetéséhez. Tehát ez a két, a politikai és a katonai vezető halálába, azt gondolom, hogy az sem kérdés, hogy fennmarad-e a jövőben a Wagner csoport, vagy sem, hát nem. Tehát valószínűleg a Wagner csoportnak itt most már tényleg vége. Csak nagyon röviden, ennek az ukránok elleni háborúra lesz szerinted hatása? Közvetlenül a frontra nem hinném, hogy lenne bármiféle hatása, inkább belsőleg Oroszország, azt gondolom, hogy lehet, hiszen hát számomra a legfontosabb tanulság az, hogy Prigozsin valószínűleg, amikor a puccs végén ugye megállt Moszkva előtt, többek között azért is állt meg, mert megbízott Putyin ígéretében, Putyin szavában. Most, hogyha sokak számára bebizonyosodik, hogy ez orosz hatóságok beavatkozása volt, akkor az azt jelenti, hogy valami Putyin nem tartotta be a szavát. Ez sokaknak egy jelzés lehet, hogy nem lehet megbízni az orosz vezetőben, és esetleg megpróbálják eltávolítani akár belső úton. Hát még nagyon messze vagyunk, de ez azt gondolom egy nagyon jó jelzés arra az orosz elitek felé, hogy itt elindulnak a leszámolások, és most már ugye nem egy, hogy mondjam, törvényes jellegű, tehát bíróság útján történő eltávolításról van szó, hanem egyszerű likvidációról, fizikai likvidációról. Meg hát ha valaki még egyszer puccsot kísérel, meg gondolom már nem fog megállni, bármit ígér neki az orosz vezetés ezek után. Anton Bendarzsevszkit hallották, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát, hello! Köszönöm, szervusz, jó reggelt kívánok!